Decemberben mindig fölértékelődik a fény, a meleg, egy száraz kuckó, ahova be tudunk bújni egy jó könyvvel. Minnyáján élvezzük még ezeket a dolgokat, de érezzük, hogy veszélyben vannak. Az Európai Unió szisztematikusan vágja el magát azoktól az energiaforrásoktól, amelyeket az előző évtizedekben, évszázadokban megszokott, és ez alól mi se tudjuk magunkat kivonni. De hát azt is tudjuk, hogyha valahol egy ajtó bezárul, ott egy ablak kinyílik. És azt is tudjuk, második információn, hogy a Földünk egy hatalmas izzó, vas és kőzettömb, amely 1000 Celsius fokon izzik a Föld mélyében. És a harmadik fontos információ, hogy ez a Földkéreg Magyarországon Földrajzi tanulmányainkban hallhattunk róla, valamennyivel vékonyabb, mint a Föld más területein. Tehát nekünk talán könnyebb kiszedni innen a hőt. És hogyha energiából hiány van, akkor egyre inkább mindenki azt mondja, hogy a saját forrásokra támaszkodjunk. Nagy kérdés, hogy ez sikerül-e. Velünk van a műsorban a Magyar Geotermiális Egyesület elnöke Szita Gábor. Köszöntöm a műsorban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Aki egyúttal a Nemzetközi Geotermális Szövetségnek is igazgató tanácsi tagja. Hát az alapvető kérdés az, hogy a talpunk alatt van a megoldás, ami az energiafüggetlenséget jelentheti? Hát részben, igen. Geotermikus energiából mindent nem lehet előállítani, még a hőenergia szükségletünkből is csak egy részét, villamos energiát, meg biztosan nem fogunk tudni annyit termelni, amennyit elfogyasztanánk, de az biztos, hogy sokkal többet használhatnánk, mint ameddig eljutottunk az elmúlt száz vagy inkább 60 évben. Hát ugye, hogyha valaki elmegy a Széchenyi fürdőbe, akkor ott egy nagyon látványos példáját látja annak, hogy a föld mélyéből kihozott energia, melegvíz, az hát több mint száz éve már a magyar turizmusnak az egyik alapját jelenti. De mindenki azt mondja, illetve olvastam mostanában olyan, olyan összesítéseket, hogy egy másfél milliárd köbméter földgázt is meg tudnánk spórolni, hogyha jobban kihasználnánk a földhőt, de ez viszonyítás kérdése. Nem tudom, hogy mennyi köbméter földgázt használunk föl jelenleg, tehát ez a egy másfél milliárd, ez hogy viszonyul, és, és segítség lenne, hogyha ennyivel kevesebb földgázt kellene fölhasználni. Én úgy tudom, hogy körülbelül 10 nagyságrendelek, 10 milliárd köbméter földgáz használunk el évente Magyarországon, ehhez képest az egy másfél milliárd köbméter az már jelentős. Különösen akkor, hogyha a földgázfogyasztásunknak egy része, része az villamos energiatermelésre megy, és ahogy az előbb is mondtam, itt a geotermikus energiával elsősorban azért hőt tudunk termelni, tehát ott azon az oldalon még jobban fölértékülődik ez. Egyébként jelenleg körülbelül egy olyan 200 millió köbméter földgáz kiváltásnál tartunk. De most az önök adataiban olvastam önöknek, van egy, gondolom csak elektronikus felülete, újságja, milyennek a pontos földhő? Földhő hírlevél, igen. Földhő hírlevél. Hát ajánlom mindenkinek, akit érdekel ez a téma, hogy mi egyen el benne, mert vannak olyan cikkek, amit abszolút nem lehet megérteni, de nagyon sok olyan van, amit meg valóban. És az egyik adat szerint Magyarországon a lakossági fogyasztás föld energiából 22 százalék, és ez több, mint az iparnak és a mezőgazdaságnak az együttes fogyasztása. Tehát, hogyha már a lakásokat lehetne melegíteni, akkor bejjebb lennénk. Sokkal bejjebb lehetünk. Eddig is sokat fűtünk egyébként már, régóta fűtjük nem csak a közintézményeinket, hanem a lakásainkat is, távfűtött lakásokat is. Tulajdonképpen ez már elindult a 80-as években, ez a fejlesztés. Tehát a geotermikus energia hasznosításban egyáltalán nem vagyunk kezdők. Ö, azt is tudjuk éppen ennek okán, hogy hova lehetne eljutni. Ilyen szempontból ez az egy-másfél milliárd köbméter, ez egy helyes érték, pillanatilag ezt látjuk elérhetőnek, és ha azt mondom, hogy 200 milliónál tartunk, ugye, akkor látszik, hogy még bőven van lehetőség, hogy fejlődjünk. Megnőtt az önök ázsiója ebben az energiaválságban? Nem nagyon veszem észre. Olyan szempontból igen, amikor megjelent a kormány kormányhatározat egy másfél hónappal ezelőtt, akkor utána nagyon sokan kerestek minket, interjút kértek. Viszont mi egy évvel ezelőtt már az akkor elindult energiára energiáremelkedés kapcsán megfogalmaztunk egy közleményt, amit eljuttattunk nagyon sok országos hírportálra, és egyik sem jelentette meg. Mi akkor már fölhívtuk a figyelmet arra, hogy erre az energiaválságra, ami részben persze energiaárválság is, és számunkra, magyarok számára cserearány romlást jelent a külkereskedelmi élekben, egyik megoldás lehet a geotermikus hasznosítás fölpörgetése. Találkoztam olyan újságíróval, aki emlékezett arra, hogy tavaly, mintha látott volna ilyet, és akkor csak most kérdezte meg, ahhoz, hogy az Ázsiónk nem, ez volt a kérdése, ugye? Az első növekedjen, úgy néz ki, hogy hát valami másnak kell bekövetkeznie. Jelen pillanatban ugye egy kormányhatározatnak kellett megjelenni ahhoz, hogy a, a média az fölfigyeljen erre a lehetőségre. Addig, amíg mi jelentkeztünk ott, ez nem volt így. Hát nyilván a dolgok változnak is, mert egy évvel ezelőtt egész más volt a Világ, de meghozkáztatom Európa és Magyarország energetikai helyzete is. Viszont az új energiaügyi minisztériumnak a honlapján az első törvénymódosítás, ez pontosan a geotermális energiával kapcsolatos, tehát az új minisztériumnak a figyelme önök felé fordult? A témakör felé fordult, igen, és ennek az előzményei a nyárra nyúlnak vissza. Értesültünk róla, hogy a kormányzat a geotermikus energiát azt magasabb szintre szeretné emelni, és ez ügyben volt néhány megbeszélés más minisztériumokkal is, és ennek a folyamánya részben ez a mostani törvénytervezet amit úgy tudom egyébként, hogy is fogadtak már azóta, tehát nem is tervezett, hanem törvény lett belőle. Mi ebben a formában ezt egyrészt nem támogatjuk, vagy nem támogattuk volna, másrészt pedig igazándiból nem ezt tartjuk fontosnak, mert ami benne van, nem tudom bele most egyébként a részletekbe. Le, lehet róla beszélni, mert ha én úgy vetem ki a dolgokat, hogy eddig vízjogi engedélyekhez kötötték elsősorban, hogyha valaki ö, energiát próbálta a földhőből kiszedni, most pedig bányajogi engedélyekhez fogják kötni. Tehát van ez az új. Ö, szervezet, mindjárt mondom, hogy milyenek a neve, a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságához fog tartozni, és ott is a ö, bánya hatósághoz. És mint hogyha önök ez, ezt nem szerették volna. Nem, nem erről van szó. Tehát a hatóságváltás gondolata az tőlünk nem idegen. Lehet más hatóság nyugodtan. Tehát a vízhelyet jöhetnek a bánya hatóságok. Nem, nem mondjuk azt, hogy, hogy ez olyan nagy baj lenne, nem tudjuk, hogy mivel jár. Az időzítés szerintünk nem jó, mert most energiaválságban vagyunk, és fontosabb lenne az, hogy flottul menjenek a dolgok, pedig a hatóságváltás az mindenképpen megakadást fog jelenteni a engedélyezési folyamatban. A régit 60 éve csináljuk, begyakoroltuk. Sokat változott egyébként, de attól függetlenül azt már tudjuk, hogy hogyan kell csinálni. Erre a bányahatósági engedélyezésre alig-alig van példa. Működött egyébként 2500 méter alatti térrészre vonatkozóan, de talán egy engedélyt adtak így ki, tehát ez, ez nem komoly. Úgyhogy úgy, a bányahatóságnak pillanatilag nincs ebben tapasztalata, és nem is ez a gond, de ettől függetlenül legyen, legyen a bányahatóság. Hogyha a kormányzat ezt szeretné, legyen. Az fontos, hogy ez ne hátráltassa az engedélyezést, inkább segítse. Ebben szkeptikusak vagyunk, hogy ez be fog következni. Rövid távon biztosan nem. A másik az, hogy a bányahatósági engedélyezéssel együtt jár az, hogy nagyon más fajta ez, a, ez az eljárás, mint a vízjogi engedélyezési eljárás. És itt vannak olyan félelmek, amik egyébként már 2009-ben is fölmerültek, mert akkor volt a törvénynek egy olyan módosítása, amikor már ugyanezekkel a problémákkal szembesültünk, de akkor sikerült azt megoldani. Nevezetesen az, hogy a a spekulációs célú területfoglalást, azt nem tudom, hogy hogyan fogják tudni háttérbe szorítani ennek a lehetőségét. Ez mit jelent? Mi ez, hogy spekulációs célzatú területfoglalás, aki nem jártas ezekben az ügyekben, ezt nem tudja tartalommal megtölteni? Elhiszem, <kül> nem egyszerű dolog. Aki a bányajogban, vagy egyáltalán a bányászatban benne van, az pontosan tudja, hogy miről beszélünk, mert, mert egyébként a bányajog az így működik, tehát száz, évekkel, száz évek óta így működik, hogy ráteszi a kutatással, a kutatási engedélykérelem, mert minden, minden bányászat ez kutatással indul. És nincs ez, nem lenne másképp ez a geotermikus energia esetében sem. Tehát kutatni kell először, és arra hat év áll rendelkezésre, négy plusz két év. Na most igazándiból mi soha nem kutattunk eddig, ilyen nem volt. Nem, hogy Hat évig nem, hanem hat napig sem. Ha és nem, a... akkor hogy, hogy történt? Valaki ráütött a hasára, és akkor lefúrtott egy egy lukat, és val, vagy kijött belőle valami, vagy nem? Nem. A kutatás nem abból állt, mint ami a bányatörvény szerinti kutatás, hogy menjél ki a terepre, mérjél, elemezd ki őket, készítsél egy kutató, kit kutatási zárójelentést, ezt nyújts be a hivatalhoz, és majd az megállapít neked egy bányatelket. Hanem abból állt, hogy felkészült hidrogeológusok a meglévő adatbázisra támaszkodva, és mivel, hogy irgalmatlan mennyiségi fúrásunk van Magyarországon, csak a működő termálkutak száma 900 darab, a megfúrt kutak száma 1200-1500, nem tudom pontosan, de az összes fúrás, beleértve mondjuk a kutatófúrásokat és is, és leginkább a szinhidrogén ipari kutatófúrásokról beszélhetünk, az tízezer, és ezek a mély fúrások. Tehát nagyon jól ismerjük a geológiánkat, tehát nincs tere, egész egyszerűen nincs tere a kutatásnak, kivéve, hogyha Bocsánat, tényleg nincs nagyon tere, nincs szükség, ilyen kutatás. Igen, nincs szükség, szükség rá. De nem végeztünk. Azért mondom, hogy a kutatás az abból állt, hogy egy geológus az, hát kutatás, mert annyiban kutatás, hogy persze föl kellett lapozni a mondjuk egy közelét, egy, egy 10 10 tíz kilométeres térrészben lévő összes termálkutat, hogy mik, mik vannak ott. És ez az adatbázis rendelkezésre áll? Hol? Bárhol. Például ennél a hivatalnál, amiről az előbb beszéltünk. Igen, ez hozzáférhető. Igen. Tehát föltani az adatbázis van. Hogyha valakinek még több kell, tehát nem csak a termálkutak eredményére kíváncsi, mert mondjuk éppenséggel ott nincsen akkor megnézi azt, hogy jó, és akkor egy fúrás, bármilyen kutatófúrás, jól le ott, a, és, és majdnem mindig találunk. Most ebben változás lesz, tehát ki kell menni a terepre, és fizikai vizsgálatokat kell végezni az önök véleménye szerint? Ezt nem tudom, hogy ilyeneket előírnak-e, vagy nem. Hogy a kutatás az miből fog állni, hogyha az bányahatósági kutatás kell, hogy legyen. Nem tudom ennek mi a tartalma. Azt tudom, hogy eddig ez az elem, ez nekünk nem kellett. Nem csináltunk ilyet. De ugye a lényeg az, hogyha, és mondjam, a spekulációtól indultunk el, területfoglalástól indultunk el, hogyha most ö, ö, valaki az, amely egy területre, hogy én ezen, itt egy, egyébként lesek le se korlátozzák, hogy mekkora lehet ez maximum, tehát adott esetben az egész ország lehetne, szeretnénk geotermikus energiát hasznosítani, és akkor benyújt egy kutatási engedélykérelmet, az annélkül, hogy egyébként tényleg bármit csinálna az utolsó pillanatig, hat évig, ez toppolhatja azt a területet, és elveheti mástól a lehetőséget. Ezt a vízjogi engedélyezéssel, az eddig érvényes vízjogi engedélyezéssel nem lehetett megcsinálni, mert alkalmatlan volt rá. A vízjogban ez a fajta spekuláció, tehát ilyen jellegű spekuláció egyszerűen kivitelezhetetlen. Az új törvény szövegében, hát nem a konkrét szöveget idézem, hanem ami a minisztérium honlapján olvasható, azt írják, hogy pénzügyi biztosíték kell a kutatási engedélyhez, és az indokolatlan területfoglalásnak gátat akarnak vetni, és hát 35 évre adnak ki engedélyt, ami még 17 és fél évre meghosszabbítható. Ő nyilván átolvasta az elfogadott törvénynek a szövegét. Ezek hogy módosítják, vagy hogy befolyásolják az egészet? Igen, ez egyfajta, tehát az, hogy pénzügyi biztosítékot is le kell tenni, ez visszafoghatja a spekulációs célt, ugye? De nem biztos, hogy visszafogja, mert éppenséggel, hogyha valaki nagyon tőkerős, és igazándiból azoktól kell félni, akkor könnyedén ki fogja ö, fizetni ezt a bizonyos ö, biztosítékot. Ráadásul a másik, mondjuk egy önkormányzat. Nagyon jellemző volt az elmúlt időszakban az, hogy önkormányzatok beruháztak, és ez nagyon sikeres program volt 2005-től 2011-ig. Korábban is volt már egyébként, de mondjuk akkor lendültek be. Az önkormányzatok nem rendelkeznek se szakemberrel, se pénzzel és ha valaki oda megy egy önkormányzati, egy települést azt mondja, hogy hát én a településen én szeretnék, mint vállalkozó mondjuk geotermikus energiát hasznosítani, első lépcső a kutatás, hát akkor a településre kérek, ez teljes területére, belterület, külterület, kérek kutatási engedélyt. Akkor már az önkormányzat nem fog hozzáférni, biztosan, és nem is lesz rá lehetősége. Tehát csinálják. ezt akkor ez a hivatal fogja kiadni vagy bányahatósági Igen. eljárása, és az önkormányzatnak nem lesz beleszólása? Nem lesz beleszólása. Itt az elsőség a lényeges. Megjegyzem, hogy vízjogi engedélyezésnél is az elsőbség a lényeges. Ott csak ott a, ennek a spekulációs lehetősége, az, az sokkal, de sokkal korlátozott. Ott is volt egy kicsi, de ott nem, is a nem hatóság ekkor. adta ki az engedélyt? Egy engedélyt, ott úgy hívták, hogy elvi vízjogi engedély, azzal lehetett már területet foglalni, de maximum egy évig. És azt egy évig lehetett meghosszabbítani. Tehát a két év áll szemben itt a 4 plusz 2, tehát 6 évvel. Hát nyilván mikor kezd ez a törvény élni? Én azt hallottam tegnap, hogy tegnap előtt elfogadták. Tehát gyakorlatilag akkor ez már hatályos? Ez már hatályos. Vagy mondjuk január 1-től lép hatályba, nem tudom pontosan. De hát, hogyha a kormányzati szándék az, hogy az energiaellátás az önálló forrásokból valósuljon meg, akkor nyilván a szándék is az, hogy könnyebben, egyszerűbben, gyorsabban lehessen ezt az energiát igénybe venni. Nem gondolja? De igen. Tehát ezt nem kérdőjelezi csak meg. Persze, hogy nem. Csak, nem. csak az, kik lesznek a szereplői ennek, ennek a folyamatnak. Az a kérdés. Ahogy nézegettem az önök közéleti szereplését, önök azért elmondják a véleményüket. Tavaly például az előző minisztériumnak ez az Innovációs és Technológiai Minisztérium volt, ott az energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár asszonynak önök nagyon részletesen észrevételezték, hogy a geotermia 2021 pályázatot hogy látják, és nagyon részletes dolgokat fűztek hozzá. Nem akarom ezeket az észrevételeket, javaslatokat, megjegyzéseket itt nagyon felidézni. Ha ön gondolja, akkor megteheti. De meglepet, hogy ez egy júliusi értelmezés volt az önök részéről. Egy hónap múlva kaptak választ, és a levél azzal zárult, hogy a, a minisztérium által elfogadhatónak ítélt javaslatokat, még jóváhagyás esetén is, csak hónapok múlva láthatják esetleg a tervezetben. Hát most már azóta is eltelt másfél év, látták ezeket a javaslatokat valahol visszaköszönni a pályáztatási rendszerbe, vagy a projekteknek a tevékenységében? Megmondom, hogy szintén nem követtem ezt most nyomon, hogy a javaslataink a akura amit egy párra azt írták, hogy ez elfogadható, és valószínű, hogy be fogják vezetni, hogy ezt ténylegesen megcsinálták-e, vagy nem. Nem is ez a legnagyobb gond. Itt ezzel a pályázattal az volt a nagy gond, hogy majdnem másfél évig tartott az, hogy az első bilátok kijöjjenek, vagy egy, egy, évig mindenképpen eltartott. Miközben a pályázati felhívást, tehát saját maga a minisztérium azt vállalta, hogy három hónapon belül dönt. Most ezt nem tudta tartani. Annyira nem tudta tartani, hogy nem három hónap lett 13. Mekkora összegről volt itt szó? 6 milliárdos a keret, a pályázható keret, tehát a támogatási keret. És hát a legutóbbi Földőhillevében le is hoztuk a támogatottatnak a listáját, ennek a nagy részét már ki is osztották. Tehát ezek már elindultak, ezek a beruházások? Egyet tudok, hogy az biztosan elindult, mert egész egyszerűen Bolyváros önkormányzata, aki pály a legelső pályázó volt egyébként. Nem várhatott tovább, tehát egyszerűen azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy megkapja a pénzt vagy nem, ő neki ezt a kutat muszáj megfúrnia. Szerencsére megkapta, de ha nem, nem kapta volna meg, akkor saját pénzbe kellett volna állnia. Egy ilyen megjegyzést is kírtam itt magamnak önöktől, hogy sajnos nincs hosszú távú, tervezhető, szakmailag megfelelően kimunkált geotermikus projekt pályázati rendszerünk, és nincs K plusz F, tehát kutatásfejlesztési pályázati rendszerünk sem. Akkor mi alapján döntenek ezekről a beruházásokról az önök megítélése szerint? Általában Európai Uniós forrás áll az ilyen pályázati kiírások mögött, vagy hát Norvég, vagy Svájci, mert ugye ezek is vannak, ezek a pénzek is vannak. Ha van ilyen forrás, amit célzottan mondjuk akár geotermikus energiára, vagy általában megújuló akár szeretnék használni, akkor ehhez szerkesztenek egy pályázati felhívást. Na most nem légből kapják ezt, hanem ennek van egy nagyon régről begyakorlott folyamata. Általában tanulmányt kell készíteni, egy megvalósíthatósági tanulmányt, ami egy részletes dolog, tehát azzal, azzal a pályázónak elég komoly dolga van. Meg kell bizonyítania, hogy ő az a lehetséges változatok közül a legjobbat választotta, az milyen, milyen energia kiváltása jár, foszilis energia hordozó kiváltása, milyen gazdaságosság, mennyibe kerül, stb. stb. Miért kér annyi pénzt? Ezt mind szépen le kell írni és akkor van esély arra, hogy megkapja. Hát most... akkor, akkor mégis van valami keretrendszer, ami alapján döntenek a pályázatok igen, között. Igen, ez, de nem, itt nem arra gondoltunk, hanem az, hogy egy hosszú távú, stratégiai jellegű gondolkodás, vagy egy, 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 ilyen dokumentum, ami, a, ami vezérfonala lehetne annak, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogyha nincs forrás, akkor csináljunk, mert egyébként arra kell mennünk. Eldöntöttük, hogy arra akarunk menni. Tudjuk azt, hogy ehhez mennyi forrás kell, mert ez egy stratégiai dokumentum lenne, ilyen nincs. Tehát, hogyha egy ilyen lenne, akkor tudjuk azt, hogy igen, ebben az évben 50 milliárd forint. Következő évben 55 milliárd forint, vagy valami. És ezt meg kell hirdetni, és úgy kell működtetni a rendszert, hogy ez kimenjen, és ez működjön. Ez jöjjön létre, ez a beruházás tömeg. Ilyen nincs. Most volt ez az ez a önáltal említett geotermia 2021 per 1-es pályázat, ugye ez tavaly kijött. Hosszú idő után ez volt az első. De ennek az előkészítése is két évet vett igénybe úgyhogy hát hogy mondjam, csak volt egy elég száraz időszak, amikor egy... Mikor következett be a száraz időszaka az Önök szakterületén? Hát, amikor teljesen kiszáradtunk, az olyan 2013 volt, de előtte már 2011-ben akkor már látszott az, hogy lehúzzák, Mi úgy, én úgy fogom, lehúzták a rollót, és aztán utána kicsit fölnyitották, de már csak 2005-től, tehát Csatlakoztunk az Európai Unióhoz, elkezdtek jönni a pénzek, és akkor azt mondta az akkori kormány, hogy hát megállapodtunk, gondolom én az Európai Unióval, hogy megújul energiára ennyit fogunk költeni. Borzalmas nagy összeg volt, amit én hallottam. A korábbiakhoz képest már nem volt semmiféle támogatás, ugye korábban. És akkor hát megcsinálták a pályalti felhívást, nem csak geotermikusok részére, biomasz, nap szél, minden benne volt, mindenki pályázhatott, mindenki pályázott is. Nyertek e, is, és ezeket a beruházásokat, és folyamatosan ott volt a pénz, folyamatosan lehetett a beruházásokat, vagy a pályázatokat, ezeket folyamatosan bírálták el, még pedig viszonylag gyorsan elbírálták, aláírták a szerződéseket. Jellemző az, hogy mondjuk az ötlet felmerülésétől az összes előkészítés odáig, hogy e, engedélyt szerzek, ehhez ugye tervezni is kell valamennyi mértékben. Pályázunk, azt elbírálják, és utána aláírják a támogatás szerződés, az mondjuk egy év volt. Tehát fölmerül az ötlet, és egy év múlva már lehet az első kapavagást megtenni. Ez azért egy nagyon jó arány, és utána mondjuk még egy év, és készen van a mű. Ilyen több is volt régebben. És aztán utána mondom, hogy volt egy ilyen elvonás, hogy nem tudom, hogy minek nevezzem. Tehát egyszerűen azok a pályázatok kifutottak, és nem volt helyette másik. Akkor kicsit fölpofozták, megint volt egy csomag, de akkor kitottak egy időablakot, hogy ettől eddig lehet pályázni, ekkora összegre, aki gyorsan benyújtja, az azt kaphat. És akkor ez volt még 2013-ban, és onnantól kezdve értelmes pályázat, volt pályázat egyébként távfősöknek volt, 2017-ben jelent meg. Én csak azt mondtam, és talán le is írtam egy pár helyen, hogy ez hát szakmailag szakmai nagyon gyenge volt. Te. És akkor ez a 2021-es volt a következő, ez És a ez 6 2, milliárdos Igen, ez a 2021-es volt. Igen. igen, de ön említette, hogy hát a 80-as években, meg azelőtt is, tehát már az 1800-as években is a Széchenyi Füdőrrel gondolunk, azért ott is történtek ilyen, ilyen fejlesztések. Akkor ez állami pénzből valósult meg, vagy magánpénzekből, magántőkepénzekből? pénzekből? Tehát hogy nézett ki ez a dolog? Mert most az unióra hagyatkozunk el, elsősorban, hogy a, az unió állja a sarat, vagy a legnagyobb részét a költségeknek. Korábban ez állami beruházásnak minősült? Tehát a magánszemélyek nem nagyon rúgtak itt labdába? A költségek nagysága miatt. Hát szégyelem, de a, a Zsigmondi-főre Széchenyi fürdős kútforrásnak a pénzügyi e, hátterét. azt nem ismerem. Pedig olvastam róla, de nem nem tudom pontosan. Nem volt egyszerű egyébként az. Tehát, de nagyon úttörő volt. Ugye 1878-ban végzett azzal a fúrással Zsigmondi Vilmos. Zsigmondi? Igen, igen. És hát sok-sok évig tartott. És úgy tudom, hogy. hogy részben azért, mert pénzügyileg kellett, kellett úgyig utána menni. De egyébként az egy majdnem egy kilométeres mélységű fúrás volt, és világbajnok volt akkor. Tehát az volt a legmélyebb fúrás az egész világon, amikor azt csinálták. Azt tudom, hogy amikor én belekerültem ebbe a geotermikus iparba, és az se volt már mostanában, de az még ugye 86-ban volt, tehát lassan 37 éve, akkor az egy, az egy állami pénzből menő nagy hogy mondjam, beruházás tömeg volt, amit meg kellett valósítani, és akkor meglévő távfűtő rendszereket állítottunk át geotermikus alapra, és akkor váltottuk ki vagy az olajat, hogyha a fűtőolajjal működtek, vagy pedig a jellemző már akkor is a földgázt. Ez délalföld volt, illetve a kisalföld. És ez ténylegesen egyetlen egy település volt, azt hiszem, ahol szarvas, ahol saját maguk is beletettek pénzt, egyébként azt százszázalékos állami támogatásból kapták meg, de az egy különleges alkalom volt, mert az összekapcsolódott akkor a szocialista gazdaság megújítása, eh, hogy mondjam, céljából eh, megnyitott 5 milliárd, úgy tudom, hogy 5 milliárd forintos eh, keretnek, ami akkor irgalmatlan mennyiségi pénz volt, most már semmise. Nurván század részére csökkent a forintnak a vásárlóértéke. Tehát ami akkor egy forint volt, az most 100 forint. Tehát akkor ez most 500 milliárd lenne, tehát tényleg nagy összegről beszélünk, és akkor ebből egy olyan körülbelül 5%-nyi volt, tehát 250 millió forint volt az, amit akkor egy nagyon sikeres programba tudtunk fektetni, és az, 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 azok, ezek a rendszerek ezek azóta is tovább működnek, jellemzően kibővítve, korszerűsítve. És elindítottak egy olyan folyamatot, ami, ami önmagát gerjesztette. És ugye ez, ez nagyon érdekes dolog. Tehát ez azóta is többször bebizonyosodott, hogy nekünk általában szükségünk van egy kezdőlökésre. De aztán utána jó darabig megy a szekér, további támogatás nélkül. Tehát oda mennek, megnézik a szakértők, vagy az önkormányzati vezetők, megtapogatják a hűtőtesteket, vagy a fűtőtesteket, na itt jó meleg van, egységesen jön ez az egész dolog, akkor esetleg mi is megpróbáljuk? Tehát ilyen, ilyen tapasztalat van a mögött, hogy fut a szekér egy darabig? Én hát arra gondoltam, hogy egy geotermikus beruházás az nem két fillér és ennek a megtérülése sem mindig olyan fényes. Tehát ö, nagyon sok pénzre van szükség az elinduláshoz, és ez nem mindig jön össze. Tehát hogyha az elején, az első beruházási lépcsőhöz adnak egy támogatást, akkor az nagyon sokszor eredményezett ö, olyan bővítési láncot utána már, amihez nem kellett támogatás. Tehát említettem már bolyt. Vara baranya vegye, hogy a Ők 2006-ban pályáztak, 2007-ben indult el a beruházás, 2008-ban átadtuk. Most mondok egy számot, hogy 20 terazul, mindegy. 20 terazul per évet kellett geotermikusan betáplálniuk. Ez volt a vállalásuk, ami a pályázatukban szerepelt. Annélkül, hogy több további pénzt kaptak volna, ez fölment 30-ra mert ők maguk saját pénzből meg másfél szerezték a geotermikus a, a saját pénzt, ezt magánszemélyek pénzét jelenti önkormányzati pénz. Ez egy önkormányzati, vagy... be, egy önkormányzati beruházás volt, tehát itt ott azt kell látni, hogy az önkormányzat szedi ennek az egész rendszernek a hasznát. És gazdagítja a városát. Ez ha tehát. valaki kigondolja, hogy milyen jó lenne földhővel fűteni a lakásomat, akkor egyedül nem tud semmit se csinálni. Tehát itt nagyon sok embernek kell hasonlóképpen gondolkodni, meg kell győzni a helyi önkormányzatot, aztán kell valami forrást rászerezni. Tehát olyan elképzelés az nem is létezik ezen a területen, hogy mint ahogy az emberek ilyen földhővel próbálják egyenként a lakásukat fűteni, ilyen hőcserélővel. Hőszivattyúval. Hőszivattyúval, igen, ez, ez már megvalósult, tehát az emberek is ráéreztek magánemberként ennek a lehetőségeire, de hogyha ilyen távfűtésbe gondolkodunk, akkor ez csak egy ilyen nagyobb léptékű beruházás lehet, ha jól értem. Igen, ez egy nagyobb léptékű beruházás. Ugye a szakma úgy hívja, hogy seké geotermikus, ezek a hőszivattyús alkalmazások, és ez családi házas nagyságrendben is kiválóan megy, és rendkívül dinamikusan fejlődő ágazat. Ne, Európában feltétlenül, de most már állunk is egyébként. És akkor van a mély tehát seké és mély, még geotermikus, amikor általában valami jó meleg termálvizet hozunk a felszínre, ez legalább 60-70-90-100 fokos ilyen tartományra kell gondolni, amivel kiválóan lehet fütteni, akkor nem kell, nem kell hőszivattyú, viszont olyan mére kell fúrni jellemzően, ami már ö, egyrészt meghaladja, százszorosan meghaladja egy családi ház ö, tulajdonosának az anyagi... Mennyi behetet. három kilométer mélyre le kell fúrni? Hát mondjuk egy kilométer mélyre, igen, kettőre is leszoktunk fúrni, de a legmélyebb termálkút az, az olyan két, és fél kilométer alatt van most, ami működik. Ezek sokba kerülnek ezek a termálkutak, cserébe óriási mennyiségű energiát lehet kivenni. Tehát valóban hiába azt mondjuk, hogy több száz családi házas beruházásnak a költségébe kerül, de több száz családi házat el tud látni. Igen. Vagy több ezeret is. Eltűnt. Az Európai Unió például erre ad pénzt, vagy adna pénzt? Hát most tudjuk, hogy ilyen felfüggesztéses állapotban vagyunk, de azt is lehet hallani, hogy ilyen megújuló energiákra kell egy jelentős részét ezeknek a visszatartott összegeknek a, az erejét fordítani. Erről nincsen információm, hogy, 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 ezek a tárgyalások, ezek hogy vannak, és hogy milyen, milyen kategóriák vagy milyen területekre szeretnék irányítani azt a pénzt, amit majd egyszer megkaptam. Igen, na most egy film mondatával érintette azt, hogy az elektromos energiára nem nagyon alkalmas termel, tehát használni ezt a földhőt. De hát Magyarországon azért Turán van egy olyan mélyfúrás, amiből elektromos energiát nyernek, és az be is táplálják a rendszerbe. Egy izlandi cég végzi. Nem tudom, hogy ez mennyire nyitott a magyar geotermiális szakma előtt ez a beruházás, és egyáltalán foglalkoznak-e önök ezzel, vagy pedig ez egy zárvány nálunk? Pontosítanék. Tehát én azt mondtam, hogy elsősorban a hő termelés oldalán várható a geotermikus energia térnyelése, további térnyelése Magyarországon, de egyébként van ö, elég komoly potenciálunk. Nyilván nem. Tehát elektromos energia, elektromos energia termelésre be. is. Különböző szakértők különböző számokat mondanak. Én azt mondom, hogy 150 megavatnyi Nos, 150 megawatt, az nem olyan nagyon sok. Igen, de ez hasonlí... nem is kevés. bocsánat, hasonlítsuk, hasonlítsuk össze a pakshoz. Paks mennyi? Paks 2000 megawattos. 2000 megawatt, ehhez képest lehetne 150-200 megawattos energiát termelni földhőből, az már nem, nem kicsi. Igen, hát hogyha 200 megawattot teszünk, akkor az 10%-nyi. És ugye az a fontos, hogy ez nem egy eh, időjárás függő, vagy napszak függő vagy akár évszakfüggő, ugye? bár bármikor rendelkezésre áll. Tehát ennek a beépített kapacitása, ez a nap 24 órájában és az év 365 napjában képes termelni. Van valami szakmai kapcsolat ezzel a turai energiatermelő, most nem is tudom, hogy, hogy, hogy mondjam, ez egy erőmű? Igen, ez egy erőmű. Ez egy geotermikus erőmű, ugye erőműnek hívjuk azt, ahol villamos energiát termelünk, fütőműnek azt, ahol csak hőt termelünk. Igen, szakmai kapcsolat nincsen velük. Akkor ez egy zárvány itt a magyar energiatermelésben. De olvastam azt, hogy például a makói árokban, amit egy időben ilyen kéregrepesztéses technológiára. Réteg, Rétegrepesztéses réteg technológiára akartak gáznyerés céljából felhasználni, hogy ebben az árokban is találtak olyan forrásokat, amit esetleg ilyen energia villamos energia termelésre alkalmas lenne. Csak hogy ez is. Külföldi kézben van esetleg? Nem tudok róla, hogy ott lenne ilyen külföldi kézben. Én nem, nem látok nagy mozgolódást a geotermikus alapú villamosenergia termelés oldalán. Azért mondtam ezt a 150 megawattnyit, volt, aki 250-et mondott, volt, aki azt mondta, hogy hát nagyon örülne, hogyha 20-30 megawatt lenne valamikor is. Tehát azért mondtam ezt a 150 megawattot, mert az én saját tapasztalatom, hogy amit tudok, amit fölcsippeltettem ez alatt a 37 év alatt, az ország ismerete kapcsán én úgy gondolom, hogy ez megléphető lenne. Nagyon drága egy ilyen erőműnek a kivitelezése? Az atomerőmű is drága, igen. Igen, drága. De ha megéri, akkor megéri. És most egy olyan helyzet van, egy olyan időkapu nyílik ki, ahol a hazai saját forrású energia nagyon fontos. És hát Magyarországnak az elektromos energia Körülbelül egyharmad részét külföldről szerezzük be, vagy talán még többet is, most hajszál pontosan, nem tudom, de 30%-ot egészen biztosan, aminek az árára nem vagyunk hatással. Hát az utóbbi időszakban én többször hallottam olyat, olyan megnyilvánulás, hogy nem az a kérdés valamiről, hogy mennyibe kerül, hanem egyáltalán lesz-e. És ugye be lehet ö, helyettesíteni földgáz, vagy villamosenergia, vagy benzin, vagy nem tudom micsoda. Ugye, hogy. Tehát ha akarjuk, akkor ha akarnánk, se tudnánk megfizetni, mert esetleg nincsen. Ugye? Ilyen szempontból természetesen fölértékelődik a még drága, vagy drágának mondható geotermikus energia. Nem feltétlenül egyébként, nem tudom, hogy mennyire jön neki, mert ilyen jellegű számítások azért még nem készültek. Mindenesetre az a 150 megawattnyi szabályozható akár kiegyenlítő energiának is használható villamos energiatermelés, az már számítana itt ebben a magyar erőművi portfólióban. Úgyhogy el kéne indulni. Nagyon jó előadásokat hallgattam az elmúlt időszakban. Talán a legjobb előadó Aszódi Attila volt ebben az ügyben, ugye, aki a Paks 2-nek is volt talán kormánybiztos. biztos. igen, igen. igen. Ő szenzációs kutató végzett, és előrejelzést készített arra, hogy Magyarországnak mi lesz, és hát ő teljesen egyértelműen mondja, hogy nem, nem az, hogy Pax 2-t meg kell építeni, teljesen egyértelműen, hanem az, hogy, hogy hát már gondolkodni kéne a következő atomüreműben is. Pax -3 is kellene gondolkodni. Én, ő ezt mondta éppen azért, hogy ne legyünk kiszolgáltatva, és nagyon úgy néz ki, hogy 2040-ben egyedüliként az európai kontinensen az, er, az importnak, senkinek másnak nem lesz importja. Csak Magyarországnak. Mert hogy? Mert ő csinált egy ilyen, egy ilyen előrejelzést, hogy Paks 2 elkészül 2030-ig, tehát elkezd termelni, miközben Paks egy is még termel, de 2040-ig Paks 1 már nem fog tudni működni. Hát nem irigylem az akkoriakat, az akkori, akkori <laughs> energiaszakembereket. Igen, hát, de... hát a lakosságot igen, meg egyáltalán a sem. De azt lehet látni, hogy azért ez a geotermális kultúra, ez nagyon mozog. Berlinben volt néhány héttel ezelőtt egy nagy konferencia. Ön ennek a szövetségnek is vezetőségi tagja, és a következőt Kínába rendezik meg. Egy kicsit tolódott most a kínai rendezvény, de hát több száz talán ezres nagyságú szakember gárdal megjelenik egy-egy ilyen rendezvényen. Tehát a szakmát borzasztóan érdekli az, hogy hogy, hogy, hogy alakul ez az egész dolog, és valamelyik szakértőktől olvastam, hogy végre a politikát is át kellene hatni a szakmai gondolkodásnak. De hát a mai világban pont az ellenkezője van, tehát inkább a politika irányítja a természettudományokat. Ön hogy látja ezen a szakterületen, hogy önöknek sikerül kézbe tartani, mint szakma ezeket a dolgokat? Nem. Egyértelműen nem sikerül. És pontosan ugye ezt látjuk mi is. Tehát a politika domináns, még a kétszer-kettő-négy fölött is adott esetben. Ez nagyon rossz irány. És nem mondom, hogy csak Magyarországra érvényes ez sajnos. Tehát én azt látom, hogy nagyon sok helyen a műszaki és természettudományos kultúra az hanyatlik. Hát igen, ezt tapasztalom. Na most, hogy, hogy mondjak valami visszatót, és azért tényleg is említette ezt a geotermikus kongresszust Berlinben, ami volt. Ez európai szintű geotermikus kongresszus volt. Kiemelkedő siker. Sose volt ilyen nagy létszámú. Én eddig, ami volt, mindegyiken ott voltam. Tehát ismerem, magam is többször voltam előadó, <kül> most, most ugyan nem. De tényleg nagyon jó hangulatú volt, optimista is. Olyan fejlesztési irányok jöttek elő, amiről én sem gondoltam volna, hogy lesz. Ugyanakkor meg elég őszinte volt ahhoz, hogy bizonyos régóta emlegetett és notorikusan visszatérő témakörről elmondják a véleményüket, hogy hát az egyáltalán nem biztos, hogy az fog menni. Tehát ez, a, ez az EGS egyébként, ez a víz nélküli mesterséges geotermikus rendszer, amikor nem termálvizet veszünk ki, hanem megpróbáljuk csak valahogy kinyerni a Földnek a hőjét, a bevezetőben említette, hogy itt ülünk egy forró bolygón, jó. És mit tudunk vele kezdeni, ha az a meleg ott van lent? Hogyan jön fel az a meleg? Hát ugye érte értelemszerűen a termálvízzel föl tud jönni, de ahol nincs, és legtöbb, legtöbb helyen nincs. Akkor hogyan tudjuk kivenni? Mi, ott is meleg van lent? Igen, ott is meleg. Mindenhol meleg lent. Kérdés, hogy milyen mére kell fúrni. Hogyan tudjuk ezt kivenni? Na, most erre van ez az úgynevezett EGS, angol rövidítésű, hát az enhanced geothermal systematikus, magyarul, magyarul én úgy for, 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 fordítom, hogy mesterséges geothermikus rendszer. Na most ezt bedobták egy körülbelül 20 évvel ezelőtt, hogy ezt, ezt, ez lesz majd a jövő, és egyelőre ez nem nagyon látszik kibontokozni. Úgyhogy nem biztos, hogy ez annyira legalábbis nehéz dolog. Tehát nem annyira egyszerű. Lehet, hogy kiforja magát ez is, de pillanatilag messze a várakozáson alul teljesített. Más területeken viszont tényleg bejöttek dolgok. Tehát én azt akarom mondani ezzel, hogy nagyon izgalmas volt ez a konferencia, tényleg rendkívül sok résztvevővel, nagyon sok előadóval, és látszik az, hogy olyan írgalmatlan nagy programokban gondolkoznak franciák, hollandok, németek, pedig hát Németországnak azért akár mekkora ország is, sokkal rosszabbak az adottságai, mint nekünk. Úgyhogy hát kicsit szégyelhetjük magunkat. És ott a pénzügyi finanszírozás megoldott? Szerintem igen, mert különben ekkora... Magántőke? Fog... Állami tőke? Uniós tőke? Nem tudom, de nem, amit, amiket ismerek, tehát a, jövőbeli a fejlesztéseknek a finanszírozását azt nem ismerem. Ö, azt tudom, hogy amiket eddig megcsináltak, ott részben, de nem, nem nagyon sok, beruházási támogatást kaptak, de jellemzően ilyen 20-25 százalékot kaptak, de nem volt 50 százalék se. Tőke a vannak mögött? Még mert az, az is lehet, őt... viszont van és létezik, és nagyon magas volt az üzemeltetési támogatás. Tehát ugye villamos energiát termel valaki geotermikus alapon, akkor őtőle átveszik nagyon magas áron a villamos energiát. És ugye ez volt az, ami a németországi energia politikában, hát rossz volt. Tehát, hiába... Eltorzította a eltorzította. viszonyokat. Igen, Igen. tehát hogy ugye mondjuk, hogy sapka ide, sapka oda, meg nem tudom de ez mind torzító tényező. Akár, akár mire tesszük rá, a lisztre, a farhátra, vagy a benzinre, vagy nem tudom mire, vagy éppenséggel a, a kötelező átvételi árra tesszük rá. Ahogy Magyarországon, ugye a háztetőkön megtermelt villamosenergiára gondol, vagy ilyen Erőművekbe, amit nem Most a németre lakvédre. gondoltam. Most a most németre, németre gondoltam. Igen. Igen. Arra gondoltam, és ott nagyon magas áron vették át. Tehát nem volt nagy beruházási támogatás, viszont utána megszámíthattak arra, hogy a megtermelt energiát azt jó magas áron fogja átvenni a villamos energiaszolgáltató tőlük. Mert kötelező. Tehát, hogy mondjam csak, olyan szempontból jó volt persze, hogy felhúzott egy iparágat a nulláról. Mert ugye nem volt semmi. Igazán a németek körülbelül egy olyan 20-25 évvel ezelőtt döbbentek rá, hogy hát van geotermikus energia is. Addig nem, nem nagyon foglalkoztak vele. Hát, és tehát be kell vallani, hogy Álva hagytak minket. Még egyszer mondom, Álva hagytak minket? Hát igen, tehát amikor olyan gyorsan elmentek mellettünk, hogy mi, 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 mi is megyünk azért szép lassan előre, de ugye leelőztek. leelőztek. minket, igen, igen, igen. állva hagytak minket, nem, nem, is, nem ismertem. Nem ismertem <laughs> ezt a kifejezést, köszönöm, hogy ugye, hát ez, ez, egy olyan, ami durva, durva dolog, amikor sokkal nagyobb a sebessége a másiknak, mint mi, amilyenki. Igen. Na most uh, itt a beszélgetés vége felé azért érdekelne, hogy ön hogyan szeretett bele ebbe a szakágba? Mi a végzettsége? Egyáltalán hogy került erre a területre? Mondjon már egy kis sztorit nekünk. Igen, én gépészmérnök vagyok. A Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem, hőerőgépész karon, és elkezdtem dolgozni még 1984-ben a szocializmusban, ugye? egy kutatóintézetbe, onnan nagyon gyorsan elmentem, 6 hétig sikerült ott a semmit tennem, borzalmas volt. Elkerültem egy másikba, ott valamivel jobb volt a helyzet, és valamivel jobb is volt a, a, a témakör. Megadottam egy problémát, ami akkor úttörőnek számított. Nem, volt, nem voltam rá különösebben büszke, de az osztályvezető nagyon megdicsért. És akkor hát észrevettem, hogy a vége ennek. Tehát itt több és magasabb szintű kihívásra nem igen lehet számítani. De ez még nem geotermális energia ez nem, volt. Ez nem ez, nem, ez nem, ez teljesen más volt. És akkor vette a kalapját. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy én, mint gépészmérnök, itt Magyarországon mi a franc karikát csináljak ezzel a végzettségében, mivel kéne foglalkoznom ahhoz, hogy hát ne kelljen külföldre mennem dolgozni, mert nem akartam külföldre menni, egyáltalán nem, sose. És hát akkor mi lenne, hogyha megpróbálnék a geotermikus energiát? A termálvizekkel. Biztos, hogy van Magyarországon olyan cég, aki ezt tervezi, hiszen tudom azt, hogy biztos, hogy fűtenek vele, hát sok, sok van. Tehát ez kis spekuláltam, három éjszakámba tellett. Na, és akkor hogy fogok én egy ilyen céghez elkerülni? Na, ezt ez volt a szerencse. Mert fél év múlva volt. Annál az egyetlen cégnél dolgoztam. Ráadásul kis volt, nem voltunk sokan, tizen. Tizen voltunk. Összes. És hogyan fölhívta őket telefonon, hogy érdekel Nem. a munkájuk? Nem. Egy kollégám ott megkeresték, hogy geotermikus céghez kell. És akkor én meghallgattam. Hát mondom, én erről álmodtam, ugye? És akkor azt mondta, hogy hát először ő is megnézi. Mondom, csak akkor mehetsz oda, hogyha engem is beviszel oda. És két embert vettek föl. Én voltam az utolsó. És utána sokáig ott volt? Vagy még ma is ott van? Ezt úgy hívták, hogy geotermál kiszövetkezet, és ugye 86-tól 91-ig dolgoztam ott, de hát ez a kiszövetkezet, ez a rendszerváltozással megszűnt. És akkor megalapítottuk a, ott, hát akkor még én is fiatal voltam, ugye, 30 éves. A, megalapítottuk a Porció Kft.-t azokkal a kollégákkal, akik szintén hasonló kurvak voltunk, és akikkel Együtt dolgoztunk ebben a kis szövetkezetben, megcsináltuk a saját cégünket, és hát sikerült megmaradni. És akkor utána ez a kis cég, ez mivel foglalkozott? Tervezéssel, kivitelezéssel, önkormányzatok rábeszélésével, állami források megszerzésével, vagy mindezzel együtt? Mindezzel együtt, de amivel, amivel elkezdtük a tevékenységünket, mivel a rendszerváltozás az olyan káosz volt, nem tudom, biztos azért emlékszik rá. Igen és azért keletkezett akkor másfél millió munkanélküli. Ugye? Többek között mi is azok voltunk egy évig, mert nem volt árbevételünk, senkinek nem kellett tervezni, senki nem akart geotermikus rendszert létrehozni. Úgyhogy akkor szakmai befektetőként kénytelenek voltunk fölépni a piacon, ami akkor teljesen újdonság volt. Föl egy olyan vállalkozási formát, ami a két világháború között létezett utoljára Magyarországon, és akkor így szakmai befektetőként kezdtük el a dolgot, ami nem volt egyszerű dolog. Ez mit jelent, hogy szakmai befektető a szaktudásukat adták valamilyen tőkeforráshoz? E, nem. Ez azt jelenti, hogy én veszek föl, én a saját pénzemet teszem be egy geotermikus létesítménybe. Ha nincs saját pénzem, mert nem volt, természetesen nem volt, akkor bankhoz fordulok, és, és akkor én veszem fel a hitelt. Mint magánszemély, vagy mint a cég? Mint, cég? mint cég, mint cég, mint cég. Én megcsinálom ezt a beruházást, és utána azt üzemeltettem, és az üzemeltetés használból közösen eh, részesülünk, vagy osztozunk azzal, aki tőlem megvesz az energiát. Mi volt az első beruházás, amit megcsináltak? Szegeden, a Szegedi Orvoskodományi Egyetemen, egy geotermikus rendszernek az újraépítése. Működik még most is? Igen. Na hát... Végül... De más, 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 formában egyébként már ki, kibővített formában. Tehát. de az a kút működik azóta is. Igen. igen. Végül is nincs rossz helyzetben Magyarország. Az önök honlapján találtam egy összehasonlítást, hogy 2020-ban hogy állt a geotermikus energia világban, meg Magyarországon. Hát hőszivattyúzásban a világ 58-59 nálunk 12 a gyógyfürdőkbe viszont magasan verjük a világot, nálunk 35 százalék, a világban 18 százalék, lakásfűtésben a világ 16-nál tart, mi 21,4-nél. A mezőgazdaságban viszont mondhatom, hogy világelsők vagyunk, majdnem 30 százalék, a világban csak 5,3, az iparban 1,6 a világban, nálunk 2,1. Mit gondol, hogy ezeken az arányokon most, hogy új energiaügyi minisztérium van, megalkották az első törvényt. Hol fogunk előre haladni, vagy haladunk-e előbbre? Ön mit szeretne a szakma nevében? A szakma nevében azt szeretném, hogy ahhoz a, 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 az interjú legelején említett másfél milliárd köbméter földgáz kiváltáshoz minél előbb-előbb elérjünk de hát ez, ez pontosan megegyezik egyébként a kormányzati szándékkal, tehát ez, ez, és a józan észre is megegyezik, ráadásul még, ugye? E és igazándiból nagyon nem érdekel, hogy melyik szakterület, ho hova fog eljutni, csak csináljuk. Ez a legfontosabb. Csinálni, csinálni, csinálni. Hát sok erőt, kitartást kívánok önöknek és a szakmának is energiákat, mert önökön nem múlik. A Magyar Geotermális Egyesület elnöke Szita Gábor úr volt a vendégünk, aki egyúttal a Nemzetközi Geotermális Szövetség igazgató tanácsának a tagja. Úgyhogy megtudtuk, hogy a geotermális energiában mennyi lehetőség van. Köszönöm az ön részvételét a műsorban. Én köszönöm a meghívást. És köszönöm a hallgatóknak, nézőknek a figyelmet. Legközelebb két hét múlva jelentkezem karcolattal. Kovács Anita műsorát hallották, akkor is a viszonthallásra, viszontlátásra.